főzött és segített az államfő, nemzetiségi és gasztronómiai rendezvényre látogatott Novák Katalin. Köztársasági elnök a Munkácsi negyedben, Békés Csabára érkezett Novák Katalin. Az országban egyedülállóként harmadszor kapott közművelődési minőségdíjat a Csaba Gyöngye. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Moldova miniszterelnökével, Dorin Recsánnal tárgyalt Novák Katalin köztársasági elnök a Gyulai Várban csütörtök reggel. Az államfő a találkozó elején kiemelte, az országot nem csak Budapestről lehet képviselni, hanem vidékről is. Az úgynevezett kihelyezett Sándor Palota lényege, hogy ilyenkor az adott vármegyéből látja el feladatait, és örül, hogy egy ilyen komoly diplomáciai eseményt tarthattak Békés vármegyében. Novák Katalin felhívta a tárgyaló partnere figyelmét arra, hogy Gyulának van egy moldovai testvérvárosa, Balti, ami szintén kapcsolódási pontnak számít. A köztársasági elnök és Dorin Recsán a két ország közötti gazdasági és politikai kapcsolatokról, továbbá az aktuális válságzónákkal, így például az ukrajnai háborúval kapcsolatos meglátásaikról egyeztetett. Magyarország köztársasági elnöke ezt követően Békés Csabán folytatta a vármegye járást, ahol a Csaba Parkba is ellátogatott. Novák Katalin a Békés vármegyei kormányhivatal szervezésében zajló Főzés Segíts karitatív rendezvényre látogatott el, ahol maga is besegített a felajánlásra szánt fákok elkészítésébe. A köztársasági elnök csütörtöki második Békés Csabai útja a Csaba Parkba vezetett, ahol a Főzés Segíts nemzetiségi és gasztronómiai forgatagon vett részt. A programot szervező Békés vármegyei kormányhivatal két nagyobb eseményt szentel évente a helyi értékek bemutatásának. Az egyik a közfoglalkoztatási kiállítás, a másik a tavaly útjára indított Főzés Segíts. A Farsang jegyében arra gondoltunk tavaly, hogy hagyományteremtő szándékkal ez év januárjában elindítunk egy olyan programsorozatot, amely kiegészül és novumként szolgál a nemzetiségekkel, hogy egy helyen vannak a települési értékek, itt vannak a nemzetiségeink, és meg tudják mutatni saját kultúrájukat, saját népviselteiket, saját szokásaikat. Mint azt a főispán elmondta, a köztársasági elnök látogatása során többek között a vármegye demográfiai, szociális és gazdasági helyzetéről tájékozódott. Betekintést nyert a régió fejlesztési lehetőségeibe, valamint megismerte az elmúlt évek jelentősebb beruházásait. A Főzés Segíts rendezvényen az államfő is segített azoknak a fánkoknak az elkészítésében, amelyek végül szociális intézmények ellátottjaihoz kerültek. Mint azt a térség országgyűlési képviselője elmondta, a karitatív rendezvényen való részvétel azon látogatások sorába illeszkedett, melyeken a köztársasági elnök a helyi értékek mellett a helyi szükségleteket is megismerte. Volt egy viszonylag hosszú és sok mindenre kiterjedő beszélgetés is arról, hogy nekünk itt a vármegyében milyen nehézségeink, milyen megoldandó problémáink vannak, mik azok, amikkel kapcsolatban segítségre vagy támogatásra, együttműködésre számítunk. Az államfő vármegyei járása csütörtök este a Gyulai Almási kastélyban zajló elnöki díszvacsorával zárul, ahol Novák Katalin a vármegyei vezetőket fogadja. A jótékonysági rendezvényt, amelyen az államfő részt vett, Főzés Segíts elnevezéssel immár második alkalommal szervezte meg a Békés vármegyei kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei szervezete. A vidéki gasztronómiát és hagyományokat bemutató farsangi eseménnyel három szociális intézmény lakóit támogatták. A Békés Csabai Szlovák Önkormányzat is csatlakozott a Főzés Segíts elnevezésű jótékonysági rendezvényhez, melyen 9 települési és 6 nemzetiségi önkormányzat mutatta be értékeit. Bemutattuk, hozzátettük, elhoztuk a csabai szlovák gasztronómia két ékét, a kolbászt és a haluskát. A kolbászt Kinhármisi barátom prezentálta, és hát a jelenlévők megelégedésére kínálja, illetve haluskát a csabai szlovák senior klub gazdasszonyai készítettek, hajnalban keltek, hogy 250 adag ízletes haluska kerüljön a cséfigenkbe.
A Csaba Parkban megtartott farsangi rendezvény házigazdája a Békés Csabai önkormányzat volt. Békés Csaba, Békés Vármegye székhelye mindig örül, amikor házigazdája lehet egy megyei, vármegyei seregszemlének, és ez a farsangi forgatag nagyszerű alkalom arra, hogy a téli időszakban, a farsang időszakában közfoglalkoztatotti rendben dolgozók megmutassák az értékeiket, illetve a vármegye nemzetiségei megmutassák hagyományaikat arra, hogy mire a legbüszkébbek. Az eseményen a gazdasszonyok Békés vármegyei gazdaköre 2000 darab szalagos farsangi fánkot készített el. A magyarok kenyere 15 millió búzaszem programból származó búzalisztből sütjük. A magyar gazdák összefogásából és a magyar gazdák adományozásából származó búzát őrölték meg, és az ebből készült lisztet használjuk fel a mai napon a fánkok megsütéséhez. A Főzés Segíts elnevezésű jótékonysági rendezvénysorozatot 2023-ban indította el a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatósága. Nagyon fontos az, hogy ezeken a rendezvényeken Békés Vármegyei alapanyagokból készítsünk olyan ételeket, amit utána rászorulók, vagy civil szervezetek, vagy gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek osztunk ki, vagy netalántán a nevezési díjakból származó bevételt hasonló civil szervezeteknek adjuk. A jótékonysági rendezvényen a fánkok elkészítésébe Novák Katalin köztársasági elnök is bekapcsolódott. A finomságokból többek között a Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegyei Intézményének lakói is kaptak. Novák Katalin a Munkácsi Múzeum állandó Munkácsi kiállítását is megtekintette, majd a Békéstáji Művészeti Társaság tagjaival találkozott a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban. A múzeum igazgatója Bácsmegy Gábor fogadta Novák Katalin köztársasági elnököt az intézményben csütörtökön. Az államfő, a Munkácsi Mihály egy Kénius Diadala című tárlatot tekintette meg. A műtárgy csoport folyamatosan gyarapodik, közel 590 darab a festőművészhez köthető relikviát számlál. Továbbá a kollekció mintegy 10 festményből és ugyanennyi grafikából áll. Óriási és kiemelt jelentőségű mindenképpen, hiszen nem mindennapi alkalomról van szó, nem is tudom így hirtelen, hogy volt-e egyáltalán a köztársasági elnök bármelyik is itt a Munkácsi Mihály Múzeumban. Mi nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült beiktatni a program sorozatba ezt az elemet. Az államfő ezt követően a nemrég közművelődési minőségdíjat kapó Csaba-Gyöngye Kulturális Központba látogatott, ahol a Békéstáji Művészeti Társaság tagjaival találkozott. Gdant János elnök felidézte az alkotócsoport történetét, és egyenként bemutatta a művészeket. Nem mindennapi esemény ez a életünkben. Egy szép anyagot láthatott a köztársasági elnökasszony. Nagyon közvetlen, nagyon értékes beszélgetések folytak. A művészek elmondták, mivel foglalkoznak jelenleg. Novák Katalin zárásként megtekintette a társaság 26 művészének 37 alkotásából összeállított tárlatát. Közművelődési minőségdíjat kapott a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ. Az intézmény az országban egyedülállóként harmadszor érdemelte ki a kulturális szakma legmagasabb intézményi elismerését. A Békés Csabai Kulturális Központ közművelődési intézményként a vármegyei szintű feladatellátásért felel. A Magyar Kultúra Napján átvett közművelődési minőségdíjjal a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Csaba-Gyöngyében zajló munkát ismerte el. Az intézmény igazgatója elmondta, hosszú út vezet a közművelődési minőség címtől a közművelődési minőségdíjig. Utána van lehetőség egy intézménynek megpályázni a minőségdíjat, ami pedig elsősorban az intézmény szervezettségére, a vezetésre és minden ilyen tulajdonképpen a háttérmunkával és a tényleges tartalmi tevékenységgel foglalkozó elemeket tartalmazza.
Az igazgató kiemelte, a díj elnyerésével a munka nem áll meg, hiszen a több mint 150 aktív közösséget befogadó kulturális központ tevékenysége nagyban hozzájárul Békés vármegye kultúrájához. Tulajdonképpen no man is no man, a nevére kötelez, a minőségre kötelez, és nálunk, amikor egy új dolgot kitalálunk, vagy megnézzük azt, hogy mit, hogy sikerül teljesíteni, ott az egyes számú szempont mindig az, hogy az milyen minőségben, milyen szervezettséggel, milyen technikai körülmények között sikerült megoldanunk. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ eddig háromszor, 2013-ban, 2018-ban, és most 2024-ben is megkapta a közművelődési minőségdíjat. A Matthias Corvinus Kollégium országos vezetőségének tagjai, valamint a Békéscsabai képviselet munkatársai szerdán számoltak be a 2023-ban végzett tevékenységükről. A szervezet szakmai főigazgató helyettese úgy fogalmazott, Békéscsaba és térsége is kiemelten fontos része a tehetséggondozói munkájuknak. A Matthias Corvinus Kollégium 1996 óta van jelen a magyar oktatási életben. Nem csak az országhatáron belül, hanem a Kárpát-medence teljes területén 28 képviseleten igyekeznek elérni a tehetséges diákokat, egészen 10 éves kortól kezdve. A szervezet Békéscsabai képviseletén szerdán megtartott évértékelőn az MCC szakmai főigazgató helyettese úgy fogalmazott, szellemi műhelyként gondolnak képviseleteikre, ahol minden korosztály számára igyekeznek a közélet és a világ folyamatokat leíró és értelmező fórumokat, kurzusokat szervezni. Fő profiljuk ugyanakkor továbbra is a tehetséggondozás. Idézhetem az MCC-nek a jelmondatát, hogy bonus intra melior exi, gyere jóként, távozz kiválóként, tehát hogy tényleg azokat keressük, akik kiemelkedő tehetséggel bírnak, és egyébként pedig szeretnénk, hogyha még jobb emberként, még kiteljesedettebb tehetségként távozhatnának tőlünk. A távozás itt csak idézőjeles, mert az MCC egy élethosszig tartó pályaívet kínál a diákoknak, van egy nagyon erős alumni közösségünk. A szervezet Békéscsabán közel 4 éve van jelen. A helyi képviselet éppen tavaly költözött új Andrássy úti székhelyére. A képviselet vezető a sajtóeseményen arról a munkáról is szót ejtett, amely révén a szervezet többi tagintézményével is összekapcsolódnak. Ugyanúgy szimbiózisban együtt mozgunk, együtt vagyunk a rendezvényeken, a programokon, a diákok tudnak egymással találkozni. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség azoknak, akik MCC-s diákok, hogy a Kárpát-medence egész területen élő több ezer diáktársukkal tudnak együtt gondolkodni, találkozni, akár tervezni, és azt gondolom, hogy a jövőre egy olyan kapcsolatot építenek ki, ami feledhetetlen és egy életre szóló barátságok tudnak kialakulni. Mitteg Mónika kiemelte, szeretnék, ha a diákjaik a lehető legszélesebb látókörrel rendelkeznének, hiszen, mint mondta, a tudás és az ismeret helyes alkalmazása felvértez. Legeredményesebb gólszerzője nélkül is győzni szeretne következő hazai mérkőzésén a Békéscsabai Előre NKS-e a női kézilabda NB1-ben. Rácz Sándor együttese a középmezőnybe tartozó Budaörsöt fogadja szombaton a bajnokság 13. fordulójában. A csabai együttes legutóbb Kisvárdán lépett pályára, ahol nem csak a találkozót, hanem a bajnokság góllövő listájának 3. helyezettjét, a térdsérülést szenvedő Maria Lanisztanyint is elveszítette a következő hetekre. A csapat a jobb átlövő nélkül, de már a visszatérő csapatkapitánnyal, Giric Laurával a soraiban készül a szombati Budaörs elleni összecsapásra. Nagyon jó volt a Kisvárda ellen pályára lépni, hiszen 4 hónapot kihagytam a sérülésem miatt. Jó halad a sérülésemből való visszatérés, már a csapattal edzek 100%-osan. Nagyon sokat köszönhetek a klubnál, az erőléti edzőnek és a gyógytornásznak, hiszen felépített 4 hónap alatt, és remélem, hogy hétvégén pályára fogok lépni. A lilák kisvárdai vereségükkel maradtak a tabella 12. helyén, a következő rivális azonban a középmezőnyhöz tartozik. A 6. pozíciót elfoglaló Budaörs a másfél hónapos bajnoki szünetet követően 2 fontos hazai találkozót is megnyert, hiszen a Vasast és a Dunaújvárost is legyőzte.
Én tudom, hogy ez csapat, aki van tapasztalat játékosai. Tudom, hogy nehéz mérkőzés, ha komplet is lettünk volna, akkor is nehéz mérkőzés lett volna. Most a Mária nélkül még nehézebb. Úgy nagyon sokat beleköhöttünk a védelembe, játszani 100%-ig a kapusoknak a sokkal nagyobb kellene, hogy a tehetsége, hogy fenn legyenek 35-40%-on. A szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzés előtt a hazai játékosok a Májva Virág Alapítvány kezdeményezéséhez csatlakozva, a méhnyakrák megelőzésének fontosságát hangsúlyozva, májva színű pólóban melegítenek majd. Az összecsapást hétfőn 21 órától felvételről láthatják a 7.tv-n. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!